Na, elmegyünk is család együtt tetoválóhoz? Igen. Olyan jó neked, én is akarok. Te is akarsz tetkót? Igen. De van már neked annyi manó. Hát de jó, de azok nem olyanok. Hát milyenek? Nem jók. Azokkal is valamit majd kezdenem kéne később, mert vállalhatatlan. A tetkóiddal? Mhm. Hát akkor minek csináltad? Mert kislány voltam. Most nagylány vagy? Tudtam, hogy ezt fogod mondani, már de miért az, hogy nagylány vagy? Nagylánynak érzed magad, nem mindegy. Sokan elszédülnek. Mm, tettél egy kis szájfényt az arcodra? Mm-hmm. Honnan? Puszit. Nem. Normális vagy. Mindenképpen olyan helyekre szeretnék tetováltatni magamra a későbbiben is, amit el tudok takarni, vagy úgymond csak én láthatom bizonyos szituációkban, vagy csak azok az emberek, akik hozzám közel állnak. Tiszta krém az arcon. Az nem krém, hanem szájfény. De ez mire jó? Csillogjon az ajkam. De az mire jó egy nőnek? Vonzóvá teszi? Szexuális? Óriási. Jaj, Berki, te állandóan mindennek kellene, vagy nem kell csücsöríteni, meg nem kell ez, nem kell az, aztán persze azokat nézegeted. Hát de miről beszélsz? Ha? Tehát én azt szeretem, amikor egy nő egy csücsörít. Szereted a külső lányokat, igen, ez az igazság. Nem, azt hiszed, hogy most úgy csinálsz, mint hogy először tudom neked az autót. Dehogy Isten, pont, látsz. Hogy annyira ismerlek, nem, Krisztián. Nagyon sokszor csak látom, mert naív vagyok, ez így van, de téged pontosan ismerlek, mint a tenyeremet. Úgy ismerlek. Miért tapsolsz? Mert örülök neki, amit mondtam. Örülsz neki? Hát te kényelmetlenül ülök most itt eszembe. Tényleg? Valahogy ki ültél? Te van állítva az ülésedben. Mikor ki? Te repültél már Dunába télvíz idején? Simán átúsztam a Dunát egyébként, most is. Simán. Ja, persze. Miért mekkora mutatvány? Kíváncsi azért, mert vagyok, mekkora hisztit van. Nyomsz majd le a tetkosnál, nem hogy te még a Dunát átúsznád itt a minuszos Dunát. Most mondom, ha nagyon odafigyelnék, talán egy levegővel is átúsznám. Mi sem van? Mit van? Lehet, hogy ilyen tetkó kéne neked. Neked? Ne neked. Hello. Figyelj, elmegy máshol, vicces az elejét matikának. Kösz, Manó. Hát hova hozlak? Ez az. Szia! Sziasztok! Reméljük, hogy később, amikor a kislányom ezt látni fogja, akkor büszke lesz rá, hogy apukája hordozza az ő monogramját. Berli, viszél! Jó, Tácsa Zsuzsi! Holdi Pamela! Szia! Hát az már bizalmi, hogy van tetkód. És mit szeretnétek? Én monogramot szeretnék, a kislányomnak a monogramját, Berki Natasa Zsejke, azzal a dátummal, amikor összeletett. Raca Zsuzsi tetováló, aki jajgatásra bírja még Krisztiánt is. Nekem egy olyan kérdésem van, hogy ameddig a kismamák, akik szoptatnak, ők nekik nem lehet tetoválást csinálni, ugye? Vagy nem tanácsos? Nem tanácsos. Csak én tetováltató. Jó, nem baj, csak gondoltam, megkérdezem, hogy biztos legyek benne. Hát, tudtam, nem hogy nem lehet, meg nem hát is kockáztatnék. Hát ez az. Nagyon szeretem a tetoválásokat, nekem is van kettő, egyikre se vagyok büszke, az egyiket 16 évesen csináltattam, a másikat szerintem ilyen 19 éves lehettem, mind a kettőt utálom szó szerint. És honnan jött ez az ötlet, ez a tetoválás? 2013. Igen. 10. hó 29. Igen. Milyen ötlet honnan jött? Ez, hogy ezt kell odaíratni, vagy ezt szeretnéd. Hát hogy ki mondta ezt neked, amelyen szépen nem volt ott az előbb? Ki mondta ezt az ötletet neked? Te mondtad? Még ki mondta neked? Jó. Válaszoljál, most ne pislogjál, Berki. Ki mire, mondta neked, hogy... Mire kampányolsz? Akkor a kamugép vagy, hogy az borzalom. Mert? Mert kinek volt ez az ötlete? Hát mi meg se született a lányom, mert akkor izé. De semmi... Jaj, Berki. Miről beszélsz? Üljél le oda. Figyelj. Mi van? Nem akarsz kimenni. Miért? Mert izgulok és szerintem fájni fog, és nem akarom. Jaj. Kisfiú vagy? Nem fog fájni. Mindenki először megijedt, hogy fájni fog, és ha elkezdem, utána már meglátod, hogy nem fáj. Te vagy az egyetlen tetováló, aki fájdalommentesen tetovál. Igen. Mm. Pamelát nagyon zavarta, és féltékeny, és irigy volt arra, hogy én felrakottam a tetkót, ő viszont nem. Szerinted hogy? Hát, hogyha később egész karos tetoválást szeretnél mondjuk, aminek
Tehát így általában egész karost, vagy egy egész alkarost. Azt tudod kinézni belőle, hogy lesz egy egész karost tetoválásom? Hát majd meglátjuk ezután, hogy hogy bírod. És akkor... Lehet, hogy ide fogod tetováltatni az én arcképemet. Az biztos. Az... Vagy Nati Bogyói. Vagy mindkettőnkért. Hát előbb kerül fel a karika. Te milyen bunkó vagy, komolyan mondom? Minek hívtál el magaddal? Hát, hogy lássad, hogy milyen jó. Én nagyon sokáig tolerálom a dolgot egyébként, hogyha szívja a vérem, meg engem nem érdekel, meg én rólam lepereg mondhatni. Csak mikor már az ilyen 20-at nyomatja, és már utána nem vicces szerintem. Meg van egy határ, amikor már azt mondom, hogy fejezzük már be. Közben kommenteled, amit csinálsz? Igen. Jó. Ahogy kérted. Meg tudod nézni ott a tükörbe, van egy nagy tükör, hogy messziről hogy néz ki. Szerinted itt nem látom? Hát... Te miért nem veszel már vissza az arcodból? Mit vagy már ugye lájúva magadtól? Most mi a baj? Hát annyira bunkó vagy. Szeretem, hogy egy férfi határozott és oda mondja, de Krisztián már azért eléggé túlzásba viszi néha, amiért én szégyellem magam nagyjából. Figyelj ide, akkor szerinted itt jó? Szerinted itt tökéletes? Várj, ne mondjad, igen? Jó. Biztos? Igen. De az N betű is jó. Na, de szerint itt jó szerinted? Tehát jól néz ki? Igen. Jó, akkor nem erre a kezemre kérem, jó? Jó. Akkor töröljük le. És a akkor másikra. Így van. Akkor biztos jön a másikra. De miért a másikból? Most mert neked itt tetszett. Tetszettem? Nem. Hogy színés? Komolyan? Na, akkor elkezdtem. Na, milyen? Bírt ki. De veled mi van? Van milyen? Hát tudom. Nekem egyik se fáj, Krisztián, te meg újra nyertét, mint valami kislány. Az én fájdalomtűrő képességem vagy küszöböm az szerintem nem is tudom, hogy milyen szinten van, talán ilyen szint nincs is. A legkisebb fájdalomra is én már teljesen rosszul vagyok. Nagyon szép. Szép az még nem. Jézusom, mit fújogatod? Szerinted ég? Jaj, már erre álljál már. Nem fáj annyira. Hát olyan, mintha karcolnád a bőrömet. Hát mert karcolom is. Miért nem így rakod be a festékbe? Zsebkendőt hozzá. Nem kell. Fejezd be. Vigyetek ki a hódit. Úristen. Az mi, amit rákelsz? Vazelin? Vazelin. Babaolajos vazelin. Hogy jobban tudtam. Másik. Úgy megverlek, érjünk haza. Muszáj volt neki zsebkendőt vinnem, tehát azért ez már szerintem vicc, hogy egy nagy, Magyarország macsója meg, én nem tudom meg, a legerősebb meg, stb. Meg, hogy ő izompacsírta, és akkor egy pár ilyen kis tűszúrásban meg bele akar halni. Szóval nem már, muszáj volt kifiguráznom, hát ez volt a véleményem. Gyere, fújjad, nem fáj. Ügyes volt, jó van. Jó. Őristen. Na, mit szólsz a tetkomhoz? Szerintem szép lett. Örülsz neki? Nagyon. Tényleg? Olyan jó, hogy kitaláltam. Te találtad ki? Miért? Ki találta ki? Jaj, ezt ott bent és ott a csaj előtt ott elkezdted magad színezni. Krisztián, a hazudozás az a te világod. Egy. Hallod? Kettő. Nem. Neked emlékezett kieséseid vannak. Hogy te ilyet kitaláljál. Ez nem. Nincsen ígletem. Hát nincsen. Valahogy szerinted ez mennyire bonyolult egy monogramot kitalálni? Meg alatt a születni, ez mindjárt elcsapod itt a turistákat. Annyira gondolkozol, hogy mit hazudjál. De mi most van? Végül miért a balra tetted? Mert hallod, ekkora szívecséket dobál a szemed az abszegen keresztül. Igen, abszegen keresztül látod, hogy bármit is dobál az én szemem. Elmúltam már azok az idők, Berti, mikor az én szemem szívecskéket. Vedd egy picit. Az nem zavar, hogy a szempillát hozzáér a lencséhez? Ezért kellett levennem, hogy most meg tudják támadni a szempillám miatt. Nem zavar. Kezd el megszokni a szempillámat, Krisztián, de én nem. Ott lesz. De én nem szokom meg. Én is megszoktam, hogy a tüskébe bújjon nem bele, is akar. Megszoktam, milyen hogy a tüskébe bújsz bele? A mellkasodon. Hányan pihenének az én mellkasomon? Nyugodtan hívd fel őket, aztán jöjjön le pihengetni, én addig arrébb vonulok. De aztán nem is jövök. De biztos, vissza. Hogy arrébb vonulsz? Hát úgy arrébb vonulok, hogy az életben többet nem lehet, az biztos. Tényleg? És mikor jön el ennek a napja? Amikor szeretnéd, ha kell egy perc múlva, hallod, kell egy óra múlva. Szóval. Én, de hát te vagy az, aki akarod, hogy más... Nem, én nem akarom, de te azt mondod, hogy
szőrös vagyok. Hát igen, én azt mondtam, hogy szőrös, én nem azt mondtam, hogy más bújjon hozzád, mert én nem fogom. És az baj, hogy szőrös vagyok? Most miért szeretnél már azt a szarra, amit mondom? Azt mondod, hogy zavar. Esküszöm, belevágnak a Dunába. Nem tudom már hova tenni a Krisztiánnak ezt a, hogy sok csaj feküdne az én mellkasomon, meg sok mindenki irigykedne erre a hasra, meg sok mindenki oda lenne, ő érte, elhiszem, csak nem érdekel. Mi zavar még? Na mondod, böklek, igen, mi van még? Mi van még? Tényleg hozzél a szemüled, most nézd ki. Belül ki, Hódi, tényleg hozzáér. Érzed? Belül nem kell ízni megtisztítani, nem? Mutasd rá. De azzal foglalkozz, amikor a tüskeid eltállnak a fehér pólódon. De miért baj az, hogy... Hívogass el ilyen lányokat, akik meg jaj, de jó szélés a mellkasod. De miért baj ez? Tüskés. Na gyere ide. Nem megyek. De? Vedd elő a telefonodat és hívogass el olyanokat, Berki, akik hozzád búlnak. Te kezdted. Hódi, te kezdted. Most miért beszélsz ilyen csúnyán? Azért beszélek így, mert te mondtad azt. Mondtam, hogy csúnya a szempillád. Mikor hozok fel olyat, hogy más csávónak ezt tetszene? Mikor hozok fel olyat, hogy más csávó biztos így is elfogadna? Miért nem hozok fel ilyeneket? Neked állandóan ez a mániád, akkor menj, senki nem tart vissza. De te támadsz meg, hogy én borostás vagyok. De nem támadtál meg, te támadtál meg engem a rohadt szempillával, Krisztián. Fejezzed már be. De miért szerinted szép ez a szempilla? Engem nem érdekel, szerinted szép, hogy lakozott 33 éves férfi létér, ahol létezik a körmöde. Mi is lakozza most a körmöde? Szerinted szép, hogy befestetted a szemöldököd? Melyik szemöldököm van befestve? Vagy a tüskés, hogy befasod. De most melyik a jó? Hát le kell szednem a mellkasodat. De engem egy is érdekel, mert én úgy szeretlek, hogy vagy hát ne csesztessél már folyamatosan, meg a fenyegetsz, hogy más lány, meg kit érdekel, akkor hívod azt a másik lányt, és akkor legyél vele boldog. Csiki, itt a Berki. Hello! Mi a helyzet? Hogy nem veszi fel a telefont? Mert alszik. Szerinted én akarom fölvenni az ő gyönyörű fehér telefonját? Hallod, kezd már fel, légy szíves, mert nagy pörgésben vagyok, és lenne egy kérdésem hozzá. Jó, hát most fel... És ugye ott vagyok. Jó, na jó van akkor. Mi? De mikor mentek? Mindjárt mentek már bulizni, vagy mi? Minek hát, össz... Igen. Jó, fel kell te megmondani, hogy hívjon vissza. Jó? Mindenképp, Krisz. Köszi. Csá. Szia. Tadadadam! Hálő! Ébresztő! A nagy lejkenjön fel, a kicsi meg maradjon. Az éjszakázás ugye most kicsit körülményesebb, pedig mindenki azt mondja, hogy Nati nagyon jó baba, meg hát én is ezt mondom, hiszen én vagyok vele 0-24-ben, viszont így is vannak olyan éjszakák, amikor sikerül neki a pelus mellé csinálni, a pelenkázóra, vagy a büfi tovább elhúzódik, úgyhogy így napközben nem nagyon szoktam amúgy vele elaludni, de van, mikor szopizás közben én is bealszom. Nem kell lesz. Nem kell lesz. Jó, figyelj, felállok, jó? Nem kell. Ne. Jó, hagyjál békén. Mi az, hogy hagyjál a békén? Utállak. Mi az, hogy hagyjál a békén? Mi az, hogy hagyjál a békén? Most erő van benne, mint egy díjbikó. Kaptál már nagy pofon nőtől? Hagyj már csöndben, alszik a gyerekem. Akkor lehet kapsz, hogy szaladhatsz a fejed után. Tényleg? Hallod? Elmész megint itthonról, semmi kaja, semmi nincs kész itthon. De minden készen van. Mi van? Hogy nézzelek már meg. Erre bezzeg van. Van idő, energia. Mire? Szem alatt, smink meg. Szem alatt, azt mondja, ez csak ilyen fehér parantyú. Tényleg? Parantyú. Parantyú. Aha, és ezeket a csábos szempillákat meg kinek fogod tolni? Fejezd már be a szempillával való kommunikálásodat fel. Szállod, ez a csiki szintem be van gerjedve a bulira. Addig te maradj itt. Miért? Háj, csiki. Megint jól nézel ki, te fiú. Tudni kapod az évet rendesen, nem? Hát jobban, mint te. Most te haja? Hát persze. Szia, barátnő! Hello, Krisz! Ne nézzél! De mi a fogtosod a derekát? Hát egy nőnek úgy kell puszítodni, hogy megfogod a csípőjét. És akkor a pasiknak hogy kell majd puszítodni? Sehogy. Stop him a time. Krisztián folyamatos flörtölésben van mindenkivel, tehát konkrétan még a fával is flörtöl. Csiki, hova mentek?
Az éjszakába. Tényleg? És szerinted ez az díjazó? Egyébként? Miért szerinted én vagy a Balázs díjazta, hogy te elmész az éjszakába? Díjazta. A szavaiddal élve megérintjük a falat. És hol több helyen? Hát... Bemegyünk, körbenézünk. Nem jó? Akkor tovább. Beszélgetünk csak. De és mire? Itthon nem tudok beszélgetni, amíg én elmegyek? Nem, mert úgy kell, hogy most én is gyerek nélkül vagyok, Pamela is gyerek nélkül lesz. Kicsit kikapcsolom. Apukák vannak a gyerekkel, és ki akartatok gyereket? Te voltál az, aki tavaly, és még Zsóka is mondta, hogy emlékszik, amikor te... emlékszik, mikor te anyjáról mondtad, hogy szülsz nekem gyereket? Mikor szülsz nekem gyereket? Te nem magyarázzál, Berki. Ez nem az a kávéház, ahol izé elliszik a kamujaidat. Hát biztos, hogy benne van a kamu, 40 percig késtünk. Hogy fogom 40-et, olyan sokat? Igen. Jézus Isten! Jó van, nem baj. Hagyd várjanak. Szerinted Nati Bogy jól alszik? Persze, hogy alszik. Akkor már mondjuk biztos hívott volna Krisztián. Életem. Keres apa neked altató dalokat. Anyád jó itt hagyott minket, mi? Csak a buli. Szép anyád van, mondhatom. Na hol vannak? Egy egész egyszerűen itt van. Na végre! Hello. Bucket. Jól nézel ki? Köszi szép. Jó van, előttes már olyatok már. Mi van veled? Minden oké. És veletek? Hát meg vagyunk, farkas éhesek vagyunk, úgyhogy... Eztek? Te, Klemi? Ha persze. Klemi az mindjárt jön szerintem valahol. De miért késik el? Így is késtünk mi is. Bébi altató. Figyelj, mit rakok be neked? Na? Kislányom. Mit szólsz? Megbocsátjuk ezt anyának? Hogy bement az éjszakába? Emlegetett szamár! Miasztok! Bocsi a késésért! Rá se ráncs klevetet, csak egész nap csörmöztem, aztán alig volt időm elkészülni, úgyhogy nem maradj úgy vele! Jó, bocsátjuk! Reméltem is! Aztán egy kis apróságot a napinak! Nem mondom! De remélem, hogy fog tenni! Jó, de édes! Majd valamikor belenő, mert még biztos nem jó. De nem van, mert pont él végéig, ugye pont jó lesz rá. Nagyon jó. Okay. Oh, Zsulának, de jó, köszönöm. Köszönöm. Lehet, hogy föl kéne hívni az anyóst. Nem örülné jobban az agyinak? Szerintem ő is így el tudna itt tologatni, és akkor legalább én is el tudnék itthonra menni. De milyen már Krisztián, mit csinál egész nap? Egész nap elmegy edzeni, dolgozik, aztán hazajön, semmi. Most este ő vigyázz. Így kiveszi a részét, segít neked? Hát, ha most, hogyha megkérem, hogy bűtisztesse meg a napit, akkor megbűtiszteti, vagy mondjuk a fürdőkádból kijönti a vizet, meg ilyenek, hogy azért úgy eltel semmit. Jó, csak ért. Köszönöm. Szia! Jó reggelt! Frankó lányod... Frankó lányod van. Mert mi történt? Bement az éjszakába a barátnőivel. Éjszakába? Aha, elmentek bulizni. Én meg tologatom a közös gyermekünket. Hát az teljesen jó. Nem? Mi a probléma? Az a probléma, hogy nem vagy itt. Viszont a lányoddal azért tényleg beszélj meg egy kicsit, hogy ezt hogy gondolja. Most minden héten buli lesz, vagy most ez micsoda? Vagy és Pami egyébként lehet egy indiszkrét kérdésem. Miért? Vagy most mi a helyzet a szerte? De miért vagy? Hát miért? Múltkor mondtátok, hogy nem lehet egy ideig. Ja, tudom. Hát semmi, még van kb. Másfél hét utána lehet, addig nem. 6 éves korunk óta ismerjük egymást, és egyszerűen... Nem lehet már írni. Felhívom a Krisztiánt, hogy hívd fel, hogy utálja minket. Azt gondoltam, hogy ki fogom bírni, hogy nem fogom felhívni Krisztiánt, meg nem is akartam, tehát akartam, hogy ő érezze azt, hogy én bízom benne, hogy igenis ő ezt meg fogja oldani, ha esetleg felkelne a baba. Mondjad életem! Szia, Manó! Mi a helyzet? Minden rendben?
Minden rendben, full profi vagyok. Tényleg? És alszik a bogyó? Hát, szerintem mit csinálsz, nem mellettem. Hát én nem tudom, bekolmázott. De remélem, te jól érzed valami. Jól érzem magam, ha jó a csajokkal, de hazamegyek etetésre, meg minden, mert már elég is volt. Nyugodtan maradjál. Jó. Jó, de akkor minden rendben. Na jó van, akkor... Mindig minden rendben. Jaj, Istenem, jól van. Na, akkor ügyesek vagytok. Tudjuk. Tudjuk, jól van, na csókollak. Szia. Szia. Nagyon jár, bizony. Ahogy jaj. Te de... Igen, panaszkodjál. Igen, de elmondtok téged, mert te... Téged már dajkálni kell. Halló? Szia, Bari! Szia! Na mi van, készülsz a kis esküvődre? Minden rendben? Igen. Boldogság, öröm, csoki, szírom? Nem, az majd utána lesz, mert most elég sletes. Tényleg. De hát most kéne a legboldogabbnak lenned, nem? A készülődés alatt. Nem, az esküvő alatt még nem, majd utána kell. Ja, utána. Jó van. Pöttyös 23. Bőzsony. Anya bekente arcodat. Na, leteszlek, jó? Ne boruljon föl, Bazsony. Figyelj, szombaton megyek hozzád, akkor felöltözhetlek. Hányra menjek? Fél kettő. Fél kettő. Akkor fél kettőre ott vagyok nálad. Jó, viszek egy kis indítót, majd írok neked egy pár sort, jó? Hogy érezd a törődést, drága barátom, jó? Jó, hát valamit már törődhetnél velem, igazán. Nem izgulok Balázs esküvő miatt, hanem azon aggódom, hogy jól meggondoltál, hogy már pedig ő megnősül. Mert ugye ez egy komoly döntés, és egy életre szóló döntés kell, hogy legyen. Csak élvezd ki, utolsó heted, és utána vége a világnak, tudod? Tudom. Oké, okay, na ciao. Halló! Szia! Jó reggelt! Miért hoztál? Micsoda? Az egész életem a meglepetésről szól. Hát sok meglepetést is okoztál már nekem, az biztos. Sok meglepetést? Csak kevesebb. Szép. Jaj, jól nézel ki. Most miért vagy ilyen? Tényleg jól nézel ki. Hoztam neked valamit. Abszolút nem jellemző Krisztiánra, hogy olyan meglepít tud nekem készíteni, vagy csináltatni, vagy okozni, ami ténylegesen nekem szól. Szóval volt neki az utóbbi időben egy pár, de szeret azért inkább magának örömet okozni, és azt mondani, hogy ez nekem szól. De miért hozol nekem meglepít? Ennyire zavar? Hát nem, csak fura. Tényleg? Fura. Rém természetes, hogy folyamatosan meglepül. Cipő? Cipőt le, jöjjön be! Na, hajrá! Most levegyem? Igen, légy. Látod, milyen rendes vagyok, nézd! Levettem a cipőmet. Ez Miklóéka? Pablo barátomtól kértem. Ismered? Hm? Nem. És nem ismered Pablo? Tudod, a Picasso. Majd de hülye vagy. De miért? Hát nézd már meg! De hogyan van, az meg a fél feje a másik? Na persze. És ott a nózia! Hát... Chloe-s képnek én baromira örültem. Szerintem annyira aranyos gesztus volt tőle, meg fura is volt, hogy egyetlen Krisztián agyába ilyen eszébe tud jutni, szóval nem is értettem. Kalapács van, szög nincs, kérem, és szerintem... Kérem a gyerekemet? Szerintem, de be van kenve az arca. Tudod, mit kéne csinálni? Azt elmondjam, mit kéne csinálni? Marra gyorsan fejvod az Imrét, és felrakja. Azt akartam pont mondani, hogy hív föl, te vagy a férfi, ezt intézze. Te vagy a nő. Itthoni logisztikát neked kell rendbe tartani. Hmm. Azt is elintéztem, hogy amíg is meg az új klíma, azt is elintéztem, hogy meglegyen az a bambuszroló. Krisztián, semmit nem intéztél el, Dénestől. Azt is elintéztem a Dénestől. Egyértelműen megvan nálunk az otthoni munkamegosztás. Én nem csak semmit, és ő mindent. Én azt gondolom, hogy most te jössz. Mert azon kívül, hogy itthon vagyunk, és kicsit ellátjuk Natikát, a kreativitás megint nálam. Tombol, egyszerűen jön. Ezt ismered? Jaj, most miért vagy ilyen?
Krisztián itthon semmit nem hajlandó megcsinálni, de az tök mindegy, hogy nem hajlandó, mert nem is tudná megcsinálni. Tehát, hogyha a konyhában a fogó kiesik, nem volt eddig még csavarhúzónk sem itthon, én megfogom a kést, és én a késsel visszacsavarom, mert Pamela feltalálja magát, Krisztián semmit. Nem érdekli. Csodálatos. Egyre otthonosabb ez a 64 négyzetméter. Mire kinőjük, addigra tökéletes lesz. Uh-huh. Csak együtt megyünk, vagy külön-külön? Így folytatod külön. Na, Pablo, után elmondja még a micsádam? Mi? Már előre félek, de most... Miért félsz tőle? Kíváncsián várom. Mondjuk ez jóra sikerült, ez a meglepi. Jóra, he? Uh-huh. Profi vagyok. Mit néztél? Néztem, hogy vannak-e csillagok, de most nincsenek. Milyen érdekes lenne napsütésben itt találnánk csillagot, nem? Hát igen, mivel vettem egyet a Natinak. Mit? Egy csillagot. Aj, Krisztián, nekem ez nincs idegzetem, hogy ilyen hülyeségeket üzé. Berki Natasa zsejke csillag van mától. Aláírtam. Minek? Hogy minek? Minek? Hogy legyen egy saját csillaga. Hogy minek? Hallod, nem lehet meg... Az az érdekes, hogy nem is értem, miért veled beszélgetek erről. Hát nem neked kell, hogy meglepetést okozzak. Mi az, hogy ne csitítgass engem? Nem rugdalózott szeretnék neki ajándékozni, meg nem tudom, nem rollert, meg ilyen kis átlagos dolgokat, hanem igenis biztos, hogy amikor majd megy a vodába, vagányba, és elmondhatja majd a csoporttársának, hogy édesapám nekem vette egy csillagot, és ott az az enyém. Úgyhogy én ilyen meglepetéseket szeretnék okozni a lányomnak. Neked ennyi fölösleges pénzed van? Miért fölösleges pénzed? Tudod, amit kell csinálni? Neked fogalmad van arra, hogy mennyibe fog kerülni egy gyerek? Nem, neked van fogalmad. Pont neked, nem? Több, mint neked. Aha. Tudod, mit kellett volna csinálnod? Mit? Ebbe a persebe gyűjti a Nati a pénzét, meg kellett volna fognod és beletenni azt a pénzt. Ugyanis ennek a gyereknek utazó ágyat kell majd... Szerinted a Nati minek körül jobban? Ezt a tekezetben nem adom, mert akkor üres lesz. Szerinted a Nati minek körül? Annak, hogy már lesz neki folyamatosan játékvéve, csörgő, új ruhák lesznek neki véve. Igen, ide neki az a lógós játék, utazó ágy. Nem csillag, mit csinál egy csillaggal? Tudod mit? A gyerek gyönyörködni fog benne. És tudod mi? Romantikus vagyok, egy mintaférj. Krisztián nem mintaférj, egyelőre nem is férj. Kérdés, hogy az lesz-e. Hát mintaapának sem mondhatnám még egyelőre. Tudod, mit kellene? Velem megbeszélni dolgokat. A pénz. Velem, hát a Natinak pénz, mert ebbe, amit ő eddig kapott, minden bele van rakva. Uh-huh. Minden. És ebből vásárolok neki, mert folyamatosan szüksége abból lesz ruhára. Nem abból, amit én adok, hát, abból. Na, ezt nagyon jól mondtad, nem abból, amit tehát, hanem ebből. Krisztián. Úgy hívnak. Föltesszük? Vigyázzál már rá. Egyszer, hogy én vigyázok rá. Szerinted a Picasso hány képet rakott fel, miután megfestette? Szerintem álljál oda fel és nézd el, hogy hogyan csináljam. Ne, mozsarázz! Nézd meg, mit csinálsz! Meg normális felállsz? Vagy? Felállsz? Fel! Igen, meg. Megígérem, mert nagyon nehéz vagy. Még rá se álltam. Én nagyon nem bennem, hogyha lenne egy talpra esett, hogy is ezer mester a háznál, mert Krisztián állandóan hangoztatja, hogy ő férfi. De most akkor miben férfi? Azt nézem, hogy van-e szög, mert ha nincsen szög, akkor nincs is miről beszélni, mert akkor fel kell hívni az Imrét, hogy hozzon ízni. Na, álljál föl. Vagy szögelje föl. Álljál föl, légy szíves, jó? Álljál föl. Bal kezdet. Te mit csinálsz? Istenem. Tedd már oda. Nyomd oda a falnak. Tarkombázat veles. Nyomd oda a falnak. Ferde, balra. Istenem. Aha. Nem vízmérték volt a jelen? Jó, a bal kezedet. Itt vagyok életem. Itt vagy. A bal kezedet. Azt csinálod, amit mondok. Az anyád úristenét. Bal kezedet tedd rá. Bal tenyeredet. Jó. Most a jobb kezedet emeld föl. Jobb kezeddel emeld föl a középső képet. Ezt? Még szerintem melyiket? Itt nincsen kint a hasszorító bugyim? Nem akarom, hogy meglássál. Senki nem lát semmit. Nagyon jó, ezt most tartsod így, és úgy csináld. És a lábammal gondolnád, hogy azt tartom? Nem, mondom neked. Tedd neki a homlokodat tedd neki a középsőnek. De szerintem miért akarsz belőlem csinálni? A középsőnek tedd neki a homlokodat. Hagyjál meg engem a homlokommal békén, ne idegesítsél fel. Azt mondod, hogy segítsek, hát akkor nem tudok segíteni. Hát azzal nem segítesz, hogy a homlokomat tegyem neki ennek. Mindent oldjak meg, nézd meg, mit csinálsz.
Azt szokták mondani, hogy a jó vezető az csak szervezés. Ugye nem azért dolgozunk, hogy elfáradjunk, hanem azért, hogy hatékonyak legyünk. Ha meg nekem ez megy, akkor ezt csinálom. Tudod, hogy hogy kéne föltenni? Már kitaláltam egyébként. Nézd meg, és összekarcoltad. Nézd meg, mit csináltál. Nézd meg! Ezt az egyet kértem. De én meg pont arra gondoltam, hogy a középsőt lentebb kéne tenni, nem egy színbe kéne tenni a hármat, hanem a középsőt lentebb. A szép mutatvány, Berki. Igen, és úgy kéne, hogy a két szélsőt föntebb. Van még kérdés? Most oké, hogy megpróbálta feltenni a képet a falra, de hogy még az sem sikerült, és még az Imrét sem hajlandó ő felhívni, ezt is nekem kell intéznem, mert oké, hogy most nincsen szög, mert arra most pont nem gondoltam, de semmi, tehát szerintem én vagyok a férfi a háznál. Van még kérdés? Hüp-hüp. Nincsen, ez így jó? Na, akkor már csak ragaszt fel. Hódi. Életem, nagyon jó van.